gőzerővel készülnek a tolnai kajakkenu eses sportolói az idei szezonra. A márciusi jó időnek köszönhetően néhány napja már az edzőtermet is elhagyhatták, és újra vízen tréningeznek. Tolnán az 1970-es évek második fele óta beszélhetünk aktív helyi kajakkenu sportról. Az indulásnál ugyanúgy kulcs szerepe volt Barina Józsefnek, mint manapság. Az ország legrégebb óta folyamatosan működő egyesülete az évtizedek alatt megszámlálhatatlan hazai és nemzetközi sikert ért el, most pedig a tavaszi versenyszezonra készülnek. Az első verseny az április 2-án Szerbiában lesz. Beszámba, oda megyünk, hagyományosan mindig ott kezdődik a versenyidényünk, és utána pedig Tolnán lesz verseny 15-én országos verseny az utánpótlás részére. Az egyesület kimondottan nagy létszámmal működik. A kemény mag naponta akár kétszer is edz, de sokan vannak olyanok is, akik hobbi szinten a fizikumuk karbantartása véget látogatják rendszeresen a Holduna parti bázist. 70 körül vannak szabadidősök is, de versenyzők is szép számmal. Hát ők is szeretnének majd ilyen eredményeket elérni, de most még fiatalok, de vannak azért, a válogatott is van, meg a kicsik között vannak ügyesek, tehetségesek. Heti 8 edzés van 3 hétig. Kétszer reggel is iskola lett kedden és csütörtökön, és a negyedik héten pedig csak 5 edzésre, az ilyen könnyebb hét, hogy összeszedjék magukat a sportolók. A vízen pedig ugyanígy, tehát kedden, csütörtökön reggeli edzések vannak, akkor még erősítünk, de áprilisban akkor is már evezni fogunk reggeli edzéseken is. Itt fog eldőlni, hogy a maraton világbajnokságon ki képviseli hazánkat, az ifjúságiaknál és a felnőtteknél. Tehát az első két helyzet fog utazni a világbajnokságra. Már többször rendeztünk ilyen versenyt, és nagyon szeretik ezt a vizet is, jó a futópálya, és ugye futni is kell a hajóval, és reméljük, hogy sikeres lesz. Természetesen a már hagyományos nyári tábort is megszervezik 2023-ban Tolnán. Nyári táborokat szervezünk, egy 3 heteset mindig a gyerekeknek. Onnan szeretnénk meríteni, hogy ne az iskolában magyarázzuk el, mi ez a vízenjárás, meg a vízisport, hanem itt a nyári táboron megismerkedtek a Dunával, az evezéssel, sárkányhajóznak, túrakenúznak, fürdenek, horgásznak, tehát hogy kedvet kapjanak ez a sportákhoz. Tolnán tehát már javában készülnek az idei versenyszezonra, és még lehet jelentkezni a táborokba is.